Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket! Egyre több továbbtanulás előtt álló fiatal választ olyan középfokú intézményt, ahol szakmai képzés is folyik. A most elfogadott szakképzési törvény a szakemberek szerint még inkább erősíteni fogja ezt a folyamatot. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum résztvevői Bonyhádon tartottak pályaorientációs fórumot. Tájékoztatók és filmet néznek a diákok a Bonyhádi Művelődési Házból, melyben megtudhatják, milyen továbbtanulási lehetőségek várják őket a következő tanévben. A pályaorientációs fórumon arról is hallgathatnak előadást, hogy a mai munkaerőpiac mekkora lehetőséget biztosít a megfelelő szakmák elvégzése után egy sikeres életpálya megvalósításához, a kitűzött célok eléréséhez. Ez az utánpótlás a jövőről szól. A továbbtanulás előtt álló 7-es, 8-os osztályokat szólítjuk meg a konzorciumi partnereinkkel, azzal a határozott céllal, hogy szeretnénk visszaadni a szakmák becsületét, megbecsülését, és arra terelni a fiatalokat, hogy válasszanak szakmát, mert a mai piaci helyzetben, gazdasági helyzetben egy nagyon szép életpályát lehet egy nagyon jó szakmával, vagy szakmákkal felépíteni. Ez a szakmaválasztás nem egyszerű. Ebben most igazán nagy segítséget nyújt a szülők és a pedagógusok a dolgokon keresztül a diákoknak ez a mai fórum. Nagyon szerencsés helyzet az, hogy az országgyűlés, a kormányzat elfogadta az új szakképzési törvényt, amelyet a centrum kollégáink nagyon szépen elmondanak itt a fiataloknak. Ez egy óriási változás. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok szakmát választva már nem egy kvázi zsák utcába kerülnek, hogy egy szakmánál leraganak, vagy esetleg szerzenek oda más szakmát, hanem egy szertágozó lehetőséget biztosít. Tehát az a fiatal, aki érez magába szorgalmat, lehetőséget, akkor itt az új intézményi rendszerben, itt a szakképzésben megtalálja lehetőséget, hogy szakmát tanul, amellett érettségit szerez, vagy pedig technikumot végez. De még itt is nincs vége, tehát aki idáig eljut, ez csak akarat kérdése nyilvánvaló, akkor a szakirányú felsőoktatási intézbe is el tud jutni, hiszen a technikumban szerzett érettségi és szakma, ez már egy emelt szintű érettséginek számít, tehát a felvételi nagyon nyomósan számít be. Úgyhogy mindenképpen azt szeretnénk erősíteni a fiatalokban, hogy a szakmaválasztás már egy nagyon jó választás, nagyon jó kvalifikált szakembert keresik a munkáltatók. Mi szeretnék lenni? Milyen iskolát válasszak? Mire kell figyelnem? Tette fel ezeket a kérdéseket a tanulóknak Müller Attila, a Szekszárdi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettese, aki előadásában szintén sok hasznos információt osztott meg a megjelentekkel. Erre nagyon sok lehetőség van az interneten, a pályaválasztási kiállításokon, az iskolák nyílt napjain, ezeken mind érdemes részt venni, és az interneten az egyik legfontosabb az az ikk.hu, hogy ott az ország összes szakképző technikumát és szakképző intézményét meg lehet találni, annak a képzési kínálatát, és oda vezet az iskolák honlapjára, ahol közvetlen információkat kapnak annak arról, hogy milyen képzések vannak, ezek melyik hány éves, milyen jellegű, és meg az iskolák elérhetőségei, amin még további információkat tudnak szerezni, illetve a Nemzeti Szakképzés és Felnőttképzési Hivatal honlapján szintén találhatók a pályaorientációval kapcsolatos oldalak, amin külön általános iskoláknak és szülők, általános iskolásoknak és szülőknek van kiemelve rész, és ott is rengeteg információt össze tudnak gyűjteni. A Nemzeti Szakképzés és Felnőttképzési Hivatal honlapján külön a szülőknek is van egy oldal, több oldal, ami nekik szól, ők is ki vannak emelve, és természetesen a pedagógusok is tudnak erről tájékozódni, és ami nagyon fontos, hogy az általános iskolában tanító kollégák is megismerjék ezt az új rendszert, és tudják irányítani a gyerekeket és a szülőket, és tudjanak nekik segíteni az információkban. A helyi továbbtanulási lehetőségekről beszélt Cigrel Teréza, 75 éves múlttal rendelkező Percelmor szakképzőiskola igazgatója. Mindent megteszünk azért, hogy a munkaerő piac igényeit kielégítve minél több szakképzett munkaerőt bocsátsunk ki. Ez történik magasabb szinten a technikumi képzésben, egy kétkezi szakembere képzés szintjén, az pedig a szakképzőiskola formátumában történik. Én azt gondolom, hogy manapság egyre nagyobb szakemberhiány tapasztalható, és ezért akarjuk motiválni a tanulókat, hiszen az idősek elmennek nyugdíjba, és a fiatal utánpótlás az akkora problémát fog jelenteni 5-10 éven belül,
hogy hónapokat fogunk várni egy szakemberre. Ezért is nagyon fontos, hogy a diákoknak is közvetítsük azt az értéket, hogy a képzett, jól felkészült szakemberekre szükség van, azokat fogják keresni, és megfelelő fizetést kapnak. Intézményünk több mint 30 céggel áll kapcsolatban, akik képzéseket folytatnak, tanulókra számítanak. Képzési kínálatunk arra van kialakítva, hogy minél több tanulót bevonva képezzünk, és őnekik úgy gondolom, hogy már a tanulmányék vége felé már biztos állás van kilátásban. Technikumban igyekszünk a hagyományos irány mellett, hiszen ez annak idején a Percer az a Keri volt, közgazdaság a gazdálkodásra alapozva, de mellette nagyon versenyképes azt gondolom, ami bejött az informatika, ugyanúgy tudnám mondani az épületgépészet, gépészetterület, illetve a szakképzésben kétkezi szakmák, a faipar, azt gondolom az is egy olyan törtető szakirány, ami manapság nélkülözhetetlen, és úgy gondolom, hogy hosszú távon is jövőt tudnak nekik garantálni. Van olyan irány, például az informatika, ahol szinte mindenki főiskolára vagy egyetemre ment, mert ott azért megvolt a lehetőség. A többi szakirányban azt tudom mondani, hogy felesbe vannak, akik egyetemre, főiskolára, de nagyon sokan, mivel az 54-es szakképesítés érettségére épülő, nagyon sokan találtak állást bankokba, cégekbe, könyvelőirodákban, tehát igazából azt mondták, hogy lehet, hogy később fognak tovább tanulni, tehát pályaképpen el tudtak helyezkedni. Én azt gondolom, hogy szinte 95% fölött a szakiránynak megfelelően május-júniusban el tudott helyezkedni. Még utána volt egy kis mozgás, de igazából most a visszajelzések alapján szinte mindenki talált valami olyan helyet, ami stabilan el tudja képzelni a jövőképet, és azt gondolom, ez egy óriási jelentőséggel bír most már. Az utóbbi 3 évben nő azon tanulók száma, akik a Bonyhádi Percel Morszak képzőiskolát válasszák. Az idei tanévben közel 450 diák tanult az intézményben. Meggyújtották az első gyertyát Bonyhád város adventi koszorúján. Az adventi időszak 4 szombatján változatos programok, többek között néptánc, színházi bemutató, karácsonyi ének, valamint kézműves vásár és szabadtéri játszópark várja az érdeklődőket a 2. Völgységi Advent elnevezésű rendezvénysorozaton a kaszinókertben. A rendezvényt Filóné Ferenci Bolya polgármester nyitotta meg, az első adventi gyertya meggyújtásakor Kis Rigó László Szeged családi püspök osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Hogy utaljak vissza egy mondattal, egy gondolat erejéig arra, amit püspök úr az imént mondott nekünk. Az ünnep akkor igazi, akkor éljük meg igazán, azt közösségben tesszük, annál teljesebb az az ünnep, ha nem magunkban, hanem egy közösségnek a részeként tudjuk megélni. Én ezt szeretném átadni most itt mindenkinek. Ez itt egy rendezvénytér, egy jó nagy közösségben vagyunk, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan itt vagyunk. Annak is, hogy a város lehetőséget tudott teremteni, hogy legyen egy ilyen terünk, és hogy nagyon sok ilyen hasonló alkalomnak adjon majd otthon. A bőrünkön és a testünkben élő úgynevezett mikrobiomokról hallgathattak meg előadást nemrégen a bonyhádiak. A mikrobák közösségét jelentő mikrobiomoknak óriási szerepük van az egészség megőrzésében, hangzott el egy bonyhádi előadásom. Ahhoz pedig, hogy ezek az apró élőlények jól érezzék magukat rajtunk és bennünk, nem is kell különös dolgokat tennünk. A mikrobiom kifejezés bizonyára sokak számára ismeretlenül hangzik, pedig a szó több egy számban használt alakja mindannyiunk egészségében fontos szerepet játszik. A mikrobiomok mibenlétéről és szerepükről tartott nemrégen előadást Forrai Márta, házi orvos és természetgyógyász Bonyhádon. Bennünk rajtunk élő kis mikroorganizmusok, amelyek főként baktériumok, de egysejtűek, vírusok, gombák is megtalálhatóak benne. A mikrobiomok tehát a bőrünket és a belső szerveinket beterítő mikróbák közösségét jelenti. Úgy kell ezt elképzelni, mintha a testünk aféle táptalajként apró élőlények egész társadalmainak jelentene otthont. Óriási szerepük van. Én azt gondolom, hogy egyre többet tudunk meg róla, és ez bizonyító erejű. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy ő rajtuk múlik, hogy egészségesek maradunk, vagy betegek leszünk. Szinte hihetetlen, de az emberi test több mint 10-szer annyi mikrobiális sejtet tartalmaz, mint emberi sejtet. Ebből már lehet arra következtetni, hogy mennyire fontos szerepet töltenek be egészségünk megőrzésében. Ez egy nagyon bonyolult ökoszisztéma, ez a sok kis élőlény egymás mellett él, és egymás
ha egyensúly van, egészség van, akkor egymás működését segítik, de nem csak az egymás működését, hanem a szervezetünk működését is, részben a jelenlétükkel, részben pedig az általuk termelt anyagokkal. Még megemlítenék egy nagy számot is, hogy 150-szer több a mikrobiális gének száma a mi 23 ezer génünk mellett. Tehát egy multigenomikus szimbiózisról is beszélhetünk, és ez az, ami meghatározza, hogy egészségesek leszünk, vagy maradunk, vagy betegek leszünk. A bőrünkön és a testünkben tehát a mikrobák szervezett társadalmakban élnek, és mint ilyenek folyamatosak közöttük a harcok is. Olyan anyagokat termelnek, szerves savakat például, amelyek képesek a rossz indulatú vagy a betegséget keltő mikroorganizmusok számára az ott élési feltételeket tehát rontják, és ezáltal vagy elmenekülnek, vagy elpusztulnak. Az orvostudomány csak napjainkban eszmél rá, hogy a mikrobiomoknak egymástól nagyon különböző, és sokszor genetikainak hitt betegség megelőzésében is komoly szerepük van. Amiről bizonyított, vagy amiről feltételezik, például a depresszió, szklerózis, multiplex, demenciák, Alzheimer, Parkinson, szívérrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, ízületi gyulladás, különböző bélgyulladások, irritábilis bélszindróma, Crohn betegség, stb. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni rá, hogy kedvezzünk nekik, jól tartsuk őket, hogy jól érezzék magukat a szervezetünkben, és ezt úgy tudjuk elérni, ha sok rostot fogyasztunk. Illetve olyan pro- és prebiotikumokat tartalmazó készítményeket fogyasztunk, részben megelőzésként, részben pedig esetleg állapotjavítás szempontjából, ezt így együttesen szimbiotikumoknak hívjuk, amelyek a rosttal együtt segítik, hogy újra egyensúlyba kerüljön a szervezetünk. Egyelőre ez a komplementer medicina oldaláról jött, és még egyelőre kételyek vannak a hagyományos orvoslásban, persze ott is megvan a helye, például antibiotikum kezelés mellé, vagy hasmenéses betegség kezelésében például, de én úgy gondolom az olvasataim alapján, hogy ennél lényegesen több feladatuk lesz. A mikrobiomokkal kapcsolatban tehát még rengeteg információ nem ismert ma, de ahhoz, hogy a már ismertekről minél többen tudjanak, nélkülözhetetlenek az olyan előadások, aminek Bonyhád is otthont adott. Az adventi és az azt követő karácsonyi várakozás teszi még szebbé, még bensőségesebbé a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola ilyenkor szokásos foglalkoztatása. Ügyeskező szülőket hoznak össze az iskola aulájában, akik nagy gondossággal, olykor szakértelemmel készítenek el olyan sokszor egyedi és különleges karácsonyi dísztárgyakat, amelyeket nem csak kiállítanak, hanem az iskola bevételeit növelendő árusítanak is. Látványos, mi több hibalkodó karácsonyi dísztárgyak sorjáznak a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola aulájában. Ezekkel várták, illetve köszöntették az adventet, amit az idén is az ajándékkészítésbe bevont szülők és persze a gyerekek készítettek el néhány tanár bevonásával. Szép iskolai hagyomány ez az itteni adventvárás immáron negyedik éve. Annyira szerencsések vagyunk, hogy itt az iskolánkban nagyon aktívak a szülők, ráadásul nem csak aktívak, hanem rettenetesen ügyesek is. Találtunk egy-két irányítót, aki segít nekünk a munkában, és azt találtuk ki, hogy mi lenne, hogyha a gyerekeknek azt a példát mutatnánk, és őket is bevonnánk abba, hogy karácsonyi tárgyakat készítünk. Ezeket már az aulában árusítjuk is, a szülők és a diákok és a kollégák segítségével, hogy itt advent előtt mindenki vásárolhasson magának olyan díszeket, amit a lakásában el tud helyezni. Ott jártunkkor a második összejövetelen adventi koszorúk és egyéb lakásdíszeket készítettek el a szülők, ötleteiket avatott ügyes kézmozdulatok követték. Alig ha nem, az ebben a szakmában ténykedők is megsüvegelnék a végeredményt. Akadt köztük olyan is, aki otthon is űzi ebbéli mesterséget. Például Andrea, akinek önmegvalósítás is ez a foglalatosság, és ő bátorítja is a még önbizalom hiányban szenvedő, érkező anyukákat.
éppen egy különlegesen szép adventi koszorú készül. Nem szabad félősnek lenni, meg nem szabad azt gondolni, hogy valaki esetleg nem kreatív. Mindenki kreatív, csak meg kell találni azt a pillanatot, amikor azt ki tud bontakozni. Úgyhogy itt mindenki megtalálja azt, amit ő szívesen el tud készíteni. És a legvégén a gyertyák is a helyükre kerülnek. Ötletekben, a megvalósításokhoz szükséges kreativitásban is jeleskednek a Széchenyi szülők. Az elkészített dísztárgyak áruvá is válnak jó értelemben, aki megvásárolja ezeket, az a Széchenyi Általános Iskolának tesz jót. A karácsony előtti utolsó tanítási napok egyikén is érdemes lesz betérni az iskola aulájába az adventi záróprogramra. Ötletben nincs hia, nagyon-nagyon kreatívak vagyunk, tehát egyik ötlet adja a másikat. Az utolsó nagyobb megmozdulásunk a süteményárusítás és süteménykészítés lesz. Amiből kóstolni és persze vásárolni is lehet majd. Az rend, hogy Stekli Zsuzsának 3 évenként a születésnapján kiállítása nyílik Bonyhádon. A tűzzománcairól híres alkotó ezúttal a városhoz kötődő művek mellé bibliai témájú alkotásokat is hozott. Stekli Zsuzsán nagyon népszerű Bonyhádon, jelzi ezt a megszámlálhatatlan látogató, aki soros kiállításának megnyitójára gyűlt össze. És persze minden érkező egy szál virággal is kedveskedett, mert hogy a szokásoknak megfelelően a születésnapjához közel ünnepli magát ezzel a kiállítással. A közösség az értékek mentén jön létre, és nem kell olyan dolgot formálni, csak egy ilyen estére, amit ma kapunk Zsuzsától, és mindakitől, aki részese ennek, hiszen mi most egy közösséget alkotunk, és egy polgármester minek örülhetne jobban, mint annak, hogy nem tömegként vagyunk ma itt együtt, mint értékek mentén egy nagyszerű közösségnek. Sokat változtam az évek alatt, és a világ dolgai is átértékelődtek bennem. Máshova kerültek a hangsúlyok, és mások a fontossági sorrendek. Mindez megjelenik az alkotásaimban is, mondja a 65. születésnapját betöltő Stekli Zsuzsa. És bár hölgyet nem illik a koráról falgatni, azt mondja számára ez egy jó érzés, és igencsak vállalható. Mindig is volt hitem, nem voltam templomba járó sohasem, de mindig is volt hitem. És tavaly hallgattam a rádióban egy műsort, egy beszélgetést, és megtudtam, hogy a Bartimeus Egyesület, a Vakok Egyesülete kiadott egy hangos bibliát. És írtam nekik, hogy ugyan már szívesen vásárolnék egy példányt CD-n, vagy nem tudom milyen fazonba adják, és örülnék, ha kaphatnék egy ilyet, szívesen megvásárolnám. És erre küldtek nekem ajándékba egy ilyen kis kütyüt, akkor a telefon, és rajta a teljes Új Szövetség. Olyan fantasztikusan szép, színészek olvassák fel, tehát nincs meg az a hasábtörés olvasásnak, hogy nem jó olvasni. Színészek olvassák fel, az egész nagyon kellemes hang, és 2 hét alatt meghallgattam a műhelyben munka közben. És az egész annyira inspiráló volt, hogy ebből született a itt levő sorozatom a Jézus élete. Hát elég sokat kísérleteztem már eddig életem folyamán, és úgy gondolom, hogy most már talán kialakult a saját stílusom. Több anyaggal, több technikával dolgozom, ma is csinálok festett zománcot vaslemezen, festett zománcot rézlemezen, de igaziból, amit csinálok, az a úgynevezett festői rekezománc, ami az én saját stílusom. Mert a rekezománc a többieknél általában egy dekoratív, viszonylag egyszerű foltok, inkább de a geometrikus foltok, én pedig igyekszem ezt festőien megoldani. És erre haladok továbbra is. Hagyjuk ezt a mai világot, ezt a felfordult világot, hogy emberek jönnek, mennek, migrálnak ide, oda, amoda, és nekem ez, számomra ez ijesztő. Ahogy már a tömegükkel, ahogy jönnek, és katonakorú férfiak jönnek, és ez nekem egyszerűen ijesztő valahol. És nekem nem mindegy, hogy a templomunkon félhol van, vagy kereszt van. És úgy gondolom, hogy csak úgy tudjuk megvédeni a mi Európánkat, a mi keresztény Európánkat, ha a templomainkat használjuk. A templomaink üresen konganak, és nem megy be senki, és nem éli meg a hitét, akkor előbb-utóbb a keresztek helyett kiahodászatában a templomainkon. 92 óta mindig december elején van a kiállításom, és ez egy plusz töltést ad nekem is. Nagyon örülök, hogy a szülővárosom ilyen megtiszteltetésben részesít, mondja.
Nem gondolkozom azon, milyen lesz a holnap, és mit kéne tűzománcba önteni. Igaziból én a következőkön sem gondolkodom, hanem ez olyan, hogy kapom, így legyen valahonnan valami üzenet, egy teljesen kész képet kapok, amíg van a fejemben, csak éppen kivitelezni kell. Várom a következő sugallatot. Természetfotókból, ha jók, sosem elég. A Bonyhádi Fotóklubhoz tartozó fél tucatnyi fotós munkáiból nyílt kiállítás már Szekszárdon is látható. A Megyei Kórház galériájában nyílt kiállításon amolyan meglepetésként szociografikus ihletettségű portréfotók is láthatóak. A Bonyhádi Fotóklubhoz tartozó alkotók természetképeinek megtekintését nem feltétlenül kell már a völgységi településre menni annak, aki a természetfotók szerelmese és sokszínűségre vágyik. Megkezdte ugyanis vándorútját ez a kiállítás. Köszönhetően a Balassa János Megyei Kórház kultúra pártolásának, miután a szélesebb közönség is megtekintheti nem csak a völgységhez tartozó alkotók sokaságának egyszeri és sokszor megismételhetetlen pillanatfotóit. Azok, amelyekért mindannyian megküzdenek. Az örök témául szolgáló Gemencben, a völgységben, vagy éppen Szekszárd és Sárköz határában, a sötétségtől a pirkadatig, dacolva a sokszor zord időjárással. Szépségek, különlegességek sorjáznak. Az utóbbi kategóriába tartozik Makovics Kornélnak a villámlásokról készített apokaliptikus ihletettségű sorozata. A természetfotós is, ha fölkészült, ugye akkor valamilyen szinten ki tudja számítani, hogy milyen viselkedés, milyen mozdulat várható, és valamennyire fölkészül rá, utána meg már ugye a természet írja a forgatókönyvet, amit nekünk nagyon gyorsan le kell követni. Örvendetes módon ezen a kiállításon a természetfotók dominanciája mellett több érdekes, mi több szociográfikus illetettségű portréfotókkal is találkozhatunk. Ami kuriózum, amire meg lenne közönségigény, de csak kevesen méretik meg magukat ebben a műfajban, az amatőr világban, mind a festészetben, mind a fotóművészetben. Pedig mesterségbeli tudás sokakban úgy tűnik megvan ehhez. Általában talán lehet mondani, hogy a világ fotográfiában is olyan, hogy több jó értelemben vett műkedvelő fotográfus tört be. Valahogy ez a műfaj, ami ugye egy nagyon intim műfaj háttérbe szorult, és én nagyon hiányolom ezt egyébként a galériákból, a különböző kiállításokból, mert az ember lényegét, az ember belsejét megfogni ebben a stílusban, ebben a műfajban igen nehéz dolog, viszont nagyon-nagyon sikerélményt is hozhat. Például a Bonyhádi Ritzel Zoltánnak egy idős, meglehetkorú romanőről készült portréja, ami az objektív valóságot arcvonásokon, mi több arcéleken fogja meg szociográfikusan, a digitális technika lehetőségét maximálisan kihasználva. Ez a kép, amint azt elárulta a szerző, új módszerének, a csípőből való fotózásnak a hozadéka, amiről az alany mit sem sejtett. Én beszélgetek a modellel, és nem emelem a szememhez a gépet, hanem csípőből fotózok. Ez is egy csípőből készült fotó. Ugye nagy látószögű objektív, nagy mélységjelesség, vakut használ az ember, és hát gyakorlat kell ahhoz is, ugye, hogy csípőből ugye az ember eltalálja, hogy a modell benne legyen. De hát itt ugye a technika is nagy segítség a digitális világban, és természetesen a digitális világban nem spórol az ember, ugye mint régen a filmmel, hanem nyugodtan lehet sorozatba kattogtatni, és szerintem a fotónak az egyik nagy kihívása, amit még talán kevesen ismertek fel, hogy nem csak jó fényképet kell tudni csinálni, hanem a sok elkészült fénykép közül ki is kell tudni választani azt, amelyik az igazi. Érdekes lenne egyszer a közművelődés szervezőknek, a közönséget is talán megszavaztatni, kinek miért az az egy, legfeljebb kettő, esetleg három az igazi a sok közül. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!